Politikai fordulatot vett az edzőik által megerőszakolt francia műkorcsolyázó nők ügye. Sarah Abitbol könyvében állította, hogy 15 éves volt, amikor edzője Gilles Beyer először megerőszakolta, majd 2 évig rendszeresen megtette, 1990 és 92 között. További 3 műkorcsolyázó nő állítja, hogy edzőik szexuálisan zaklatták. A francia sportminiszter Roxana Maracineanu szerint a Nemzeti Korcsolyázó Szövetség elnöke nem bújhat ki az erkölcsi felelősség alól. Didier Gélagének le kell mondania, és vissza kell vonulnia minden közfeladattól, tette hozzá a miniszter. Didier Gélagé még nem volt a szövetség vezetője, amikor 1990 és 92 között Abitbol állítása szerint rendszeresen megerőszakolta edzője Gilles Beyer. Az elnök bírálói szerint azonban felelős abban, hogy pozícióban tartotta az edzőt, a 2000-es években pedig panaszt tettek ellene. Didier Gélagé, a francia jegesportok szövetségének elnöke úgy véli, hogy azok a felelősek, akik az események bekövetkeztét engedték. Köztük az akkori sportminiszter. Az akkori vezetők alkalmatlansága sodorta ilyen helyzetbe a jégsportot, ahol rengeteg gyerek vesz részt az utánpótlás nevelésében. Az akkori bűnösöket kell felelősségre vonni, tette hozzá a szövetség elnöke. Didier Gélagé azt is közölte, hogy szerdán sajtótájékoztatót tart az ügyben, de nem említette, hogy fontolóra venné a lemondást, amit a sportminiszter követel tőle.